Bemegyünk, tájékozódunk. De azért jöttünk ide, hogy bemenjünk. De ha ön szúrnyi illegális, mutatom majd meg. El akarunk menni! Ezt a meghallgatást nem így kellett volna szervezni. Ezt több nagyobb területre kellett volna vinni az egészet, és nem péntek kedre, hanem szombatra kellett volna, és olyan helyen, ahol a nép befért volna. Vannak nagyobbak. Nem az, hogy most azt mondják, hogy itt vagyunk, benn vannak 120 ember, utána meg megint bemegyen 120 ember, nem kell hülyének nézni az embereket. Ez ugyanolyan, a félelemkeltést csinálják, semmi más. Ez ugyanolyan, mint a Covid volt. Én itt vagyok 67 évesen, nem vettem fel egy oltást se, és hál' Istennek mai napig is itt vagyok. Akik meg fölvették, nagyon jó ismerőseim, azok már alul szagolják az ibaját, mint a föld alatt. Azért ne legyen gyár, mert a földünket, a termőföldet tönkretetik, tönkretetik az élelmiszerünket, tönkretetik a vízünket, ami Magyarország egy agrárország, és nekünk csak termőföldünk van, ja, nagyon jó, és nagyon jó vízünk van. És ezt nem szabad engedni, hogy tönkretetik, mert mi lesz a jövő nemzeteikivel, és még mi velünk is, még mi is élünk. Azon nem háborodik le, hogy nem engedik be az embereket, azon nem. Nem vagyok nyíregyházi, Tőzsökeres Csengeri vagyok, tehát igen erős közöm és kötődésem van Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, ezt 20 évig Máté Szalkán éltem, úgyhogy csak ennyit arról, hogy nem az ország másik feléről jöttem bértüntetni. Mint hogy senki sem egyébként szerintem az itt lévők közül. Észrevételem és kérdésem is lenne. Nagyon sok mindent elrontottak Debrecenben január 20-án, és volt szerencsém minden 8-9 órát végülni, de ez még attól is sokkal rosszabb, mert ott legalább a katasztrófavédelemtől megkezdve, a vízügyi igazgatóság, mindenki egy csoportban, egy bolyban volt, így nem tudták azzal visszapasszolni a kérdéseket, hogy nem környezetvédelmi, hanem talajvédelmi, vízügyi, stb. Hát ne haragudjon, anélkül, hogy nem akarok személyeskedni, de ha Hofi Géza jelne, erre mondaná, hogy ezek után önt vagy önöket nehéz lesz szavukon fogni, hogy gyakorlatilag mindent... Mindent elkerülnek, és mivel engem is kizártak, teljesen törvényellenesen kizártak körülbelül az első 40-45 percből, ezért felkeltenem néhány olyan kérdést, amelyet, hogyha itt lehettem volna az első percben, valószínűleg nem feltétlenül tennék föl. Az, hogy egy 120 ezeres városban, egy 120 férőhelyes teremben szervezték, ez egészen elképesztő. Joga lenne mindenkinek bejönni a kint lévők közül, vagy legalább szervezetenként egy-egy embernek az úgynevezett demokrácia jegyében. A nulladik kérdésem, uram, vagy uraim. A nulladik kérdésem az, mert a rendőrségtől azt a tájékoztatást kaptuk, mikor minket még innen száműztek, hogy lesz egy második típusú közmeghallgatás, tehát amikor levonulnak az itt lévők, akkor a most kiszorultak bejöhetnek, és az elejétől kezdve önöknek ezt újra megtartjuk, tehát ők is feltehetik a kérdéseiket. Ez igaz vagy nem? Ez az első kérdésem. Lesz még több is. Részben a debreceni közmeghallgatás tapasztalataiból okulva, ebben az üzemben fognak-e használni ebből a nagyon drága, és főleg a magzat életre nagyon veszélyes MNP nevű oldószerből bármit is, vagy ezzel egyenértékű, ehhez hasonló oldószer fognak-e használni, milyen talajra, vízre, vagy esetleg páraformájában a levegőbe került szennyezőanyagokkal kell határérték közelben, vagy határértéken túl számolni. A számítások azok ilyen elméleti, tankönyvvízű, laboratóriumban mesterséges körülmények között elállított modelleken alapulnak, vagy gyakorlati számításokon. Elmentek-e Németországba, vagy az Európai Unióban, Kínában, Koreában, bárhova, olyan helyre, vagy kértek-e be onnan adatokat, ahol már ilyen kapacitású, ilyen jellegű üzemek körülbelül ebben a volumenben működnek, ahol a gyakorlati, a gyárak működése közbeni adatokat, adott esetben teljes terhelésen miért adatokat tudnak venni, mert a papír türelmes.
beszélni fekve is lehet, bármit le lehet írni korlátlanul elméleti alapokon. Végeztek-e gyakorlati összehasonlításokat? Részben sajnálom is önöket, mert ezeket a kérdéseket igyekeznek Budapesten, Pekingben, Szöulban, én nem tudom hol eldönteni, nem Nyíregyházán vagy Debrecenben, a népszavazást leszámítva semmi más eszköze nem maradt az embereknek a vélemény nyilvánítása. De vannak még további kérdések is, nem tudom, hogy milyen hatóságoktól vagy a cégtől milyen felhatalmazással vannak itt emberek, de ugye a másik, amivel kábítanak minket, kénytelen vagyok most föltenni, még hogyha csak kicsit távolabbról tartozik a környezetvédelemhez, hogy hány fő foglalkoztatásával számolnak. Hány, nem volt, amit megkizártak. Tehát önhibámon kívül nem hallottam. Hány nyíregyházi vagy Szabolcs megyei ember terveznek itt foglalkoztatni? Az ország legszorgalmasabb és legszegényebb megyeiben vagyunk. Vagy hoznak a harmadik, negyedik világból legális bevándorlókat, ahelyett, hogy a szabolcsi, a szatmári és a bereg megyei, a szabolcsi, szatmári és a beregi embereket foglalkoztatnák. Néphűítés lesz-e a sok száz vagy sok ezer fő foglalkoztatása? Kiken lehet számon kérni? Van-e a cégnek környezetvédelmi károkozása, talaj, levegő visszennyezésre, felelősségbiztosítása? Ha van felelősségbiztosítás, akkor ez milyen összeghatárú? Van-e letétbe helyezett pénz? Ha igen, akkor milyen összeget, milyen határidőre, milyen pénznemben helyeztek letétbe az esetleges károkozásra, mert annak is nagy hagyományai vannak itt Kelet-Európában, hogy ha talán majd még olcsóbb munkaerőt, még szolgalélkűbb kormányt egy befektető, akkor fogja a sátorfáját, szedi a sátorfáját, elmegy máshová, itt hagy nekünk mindent, a gondokat, a problémákat, a szennyezett talajt, vizet, egyebeket, hogyha ez bekövetkezik, amikor a gyár befejez az élet a működését, akkor van-e bármilyen kötelezvény, erre vonatkozó felelősség, letéti pénz a terület helyreállítására, az eredeti állapot helyreállítására? És egyáltalán az itt lévő, szintén értékes termőföldek eredeti termőképességének a visszaállítására. Ezeket a kérdéseket valószínűleg nem csak én kívántam volna föltenni, hanem a kint lévők döntő többsége is. Akkor kezdjük onnan, hogy bejöhetnek-e, és ők is el tudják ezt mondani a demokrácia jegyében, vagy ők végleg kintrekedtek. Köszönöm. Jogszabályilag nekem egy közmeghallgatást 30 nappal korábban meg kell hirdetnem. Az elmúlt egy hétben tapasztaltuk, hivatalosan nem, csak egyéb sajtótermékeket, ha megnéztük, hogy valószínűleg nagy létszám várható. Annyit tudtunk csinálni, hogy nem az első emeleti 20 fős termünkbe, hanem itt katasztrófavédelem által szakvéleményezetten megkérdezve, hogy mi az a maximális létszám, amit ide vengethetünk, biztosítottuk a közmeghallgatást. Tehát ahogy mondtam, és a másik kérdése, vagy a nulladik kérdése volt, hogy mi van a kinti emberekkel. Tehát ahogy mondtam, ez a közmeghallgatás mind a módja, mind az ideje, mind a meghirdetése kötött. Itt nincs lehetőség közmeghallgatást megismételni, vagy másik közmeghallgatást tartani. De... Tehát minden olyan jogot biztosítunk, amit a jogszabály egy közmeghallgatásnál előír. Tehát, hogy a képviselő úr is kérdezte, tehát mind honlapunkon elérhető, de megjelentettünk külön sajtót, közleményt is, illetve most is mondom, tehát a ügyfélszolgálat.zöldhatóság@szabolcs.gov.hu. Hallja? Akkor hagyj válaszolni. Na most, amit ön említett, hogy a kibocsátások, tehát gyakorlatilag ez a cég megyei szinten, de városi szinten is technológiájában semmiben nem tér el. Tehát a megyében 8-10 ilyen cég van, a városban is van 2-3 ilyen cég, aki ilyen tevékenységgel foglalkozik. Tehát nem kellett elmenni nagyon messzire technológiát vizsgálni és kibocsátásokat vizsgálni. Tehát ez a fajta technológia ismert a környezetvédelmi munkatársaim előtt, több ilyen céggel is kapcsolatba állunk. Tehát itteni, tehát a mi tapasztalataink
helyi tapasztalatok. Az, hogy a cég használta föl német vizsgálatokat, nem használtak vizsgálatokat. Elnézést, hölgyem, majd megadjuk a szót, jó? Tehát hölgyem, megadjuk a szót, és ráadásul, tehát még egyszer a hölgynek is említeném, itt nem kínai cég van, egy német cég van, és nem akkumulátorgyártás. Tehát, hogy a felszámolás környezeti hatásai is be vannak mutatva ebbe a dokumentációba, és értelemszerűen, amikor a cég bekívánja fejezni a tevékenységét, akkor ugyanúgy kötelező vannak a felszámolással kapcsolatos dolgokra is. És a felelősségbiztosítást, amit ön is mondott, felelősségbiztosítás intézménye hulladék gazdálkodási tevékenységeknél jelenleg működik Magyarországon. Ilyen technológiáknál nem tudunk ilyen felelősségbiztosításról. Bocsánat, a foglalkoztatás, ami a foglalkoztatás, tehát a foglalkoztatás adnak választ. Ez egy németországi cég, 100 éves cég, 25 gyára van, ebből 10 darab van Németország területén. Van Indiában gyára, van Amerikában gyára, mindenhol általában a cél a helyi lakosság foglalkoztatása. Ehhez természetesen megfelelő szakképzettséggel kell rendelkezzen a munkavállaló, hogy alkalmazni lehessen az adott helyen. A hatóság kérésére a munkaeljárást busszal kívánják segíteni, erre 3 buszmegállót is telepítésre fog kerülni. A 3 busz 120 főt, 130 főt tud elszállítani. Az egyműszakban dolgozó kollégáknak a létszáma, fizikai dolgozók létszáma 130 és 140 fő között várható. Az irodistáknak a létszámadata 50 és 60 fő között, tehát a teljes létszámot, ha a 3 műszakot összeadom, a fizikai dolgozókat és az irodistákat, nem fogja meghaladni a legnagyobb becslések szerint sem az 500 főt.